Na, szervusztok gyerekek, most jöttem haza, és az ideg szétbasz. Akik engem régóta néznek, azok tudják, hogy itt, ahol lakom, a házba van rengeteg öreg véngeci. De egyetlen egy se csinálja azt, amit ez az egyetlen egy, akiről beszélek. Itt rengeteg vénkurva van, vénfaszok, kíváncsiak, távcsövel nézik, hogy ki jön, ki mit csinál, és megy a pletyka. És ez a legrosszabb, mert olyan pletykák kelnek sokszor ugye útra, aminek a fele se igaz, aztán ebből következnek a bajok. Így történt az is, hogy egyszer az egyik szomszéd fiatal csáva, hát ennyi lehet, 25 kis hülye köcsög, részegen, be volt hújra részegre, be volt állva, és följött hozzám este 10-kor, fölcsöngetett, mert ő úgy hallotta, hogy én szóló vagyok, és hogy én partnert keresek. Mondom, ki a kurva anyától hallott, tehát férnél vagyok, bazd meg, 10 éve a férjemmel vagyok, és férnél. Hát, mert itt azt beszélik. Ja, igen, ezt beszélik, ki beszéli, olyan részegből nem tudta megmondani. Na, itt minden vén kurva kíváncsi, de szerencsére egy se ül le. Tudod, mit csinálnak? Itt azt csinálják, hogy lehúzzák a redőnyt, mint a sütne a nap eddig, és akkor ekkora részt kihagynak, hogy ne lássák, ha ki van tárva az ablak, és a ház bejárat előtt, mert ott van lent sajnos egy pad, és ha valami ott történik, már tapadnak, mint pióca a falon. De van egy még rosszabb, egy vén geci, akiről már beszéltem, ez 20 éve ezt csinálja. Tehát én még itt se laktam, de már akkor is mondták, hogy ez 20 éve azt csinálja, és én mióta itt lakok 10 éve, megy a télen. Tehát ha esik a hó, az se zavarja, ő megy a kis cigével, megáll a szemeteseknél, mert ugye nálunk van 6 szemetes, ilyen a plastik, a papír, a vegyes, a biotonne, ahol csak a mizékat tudod, ilyen rohadt paradicsom, vagy virág, tehát ilyen mizékat beledobni, akkor vannak az alumínium szemet, tehát van rengeteg szemetes, ugye, mert szelektív hulladékgyűjtés van, és ő mindig így kinyitja, van neki egy ilyen nagy kar, egy ilyen, amit kiveszi, és akkor nézeget, hogy ki mit dobott, ki milyen számla, van-e tartoz, ilyen rohadt a vengeci. Aztán ugye most Véngecinek kicserélték a térdét, mert műtérde van a faszopónak, ugye, kivették neki a térdét, azt a korona miatt nem tudták megműteni, hanem 3-4 hónapig bazd meg itt boldogított tolókocsiba, és az a baj ebben, hogy pont ahol van a háznak a bejárata, a bejárati ajtó, ahol a főbejárat van, ahol mindenki bejön, ott mellette, mint egy vécés néni ott ül, ez a buzi felesége, meg a két leszbikus sátánista lánya, és mindenkit néznek, ki jön, hova megy, és ilyen bunkanig utána is néznek. És igenis megbeszéltem az ügyvédemmel, ez ferleccunk, a privát szféra, meg az intim szférának a ferleccunk. Nem tudom mi az magyarul, tehát a megszegése, vagy a... Na izé, magyarul nem tudom a jogot, ez németül van, itt így mondták, ferleccunk. Megsértése a privát, meg az intim szférának, de hogy nem tudom. És ha ezáltal én fülemig belesztik, ha ezáltal, most megint magyarokkal fordítanom, nem tudok már magyarul 20 év után gyerekek, ha ezáltal én úgy magamat, tehát úgy izéval érzem folytogatva, hogy beengesnek, tudod, belesztik, és ezáltal én úgy érzem magamat, hogy még jobban be vagyok zárva, ugyanis tényleg az van, hogy én nem merek már kimenni, nem is akarok, meg a kutyával is nem tudok lemenni olyan sokat, mert bazd meg, ha kimegyek a kapun, elnézek jobbra, elnézek balra, és ott ül a vén geci, és egyszerűen nem lehet kikerülni. És a ház mögött, ahol nincs lépcsőház, csak egy hatalmas, gyönyörű, füves, zöldes, fás terület, oda nem ül ki, oda még fölvert egy ilyen nagy sátrat is, bazd meg, oda nem ül ki, hát persze, mert ott nem lát senkit. Tehát itt nem arról van szó, hogy a levegőn akar lenni, itt arról van szó, hogy kíváncsi a vén geci. Na! Ugye múltkor meséltem, hogy azt csinálta, hogy már be sem megy a lakásba húgyózni, hanem vett ilyen kacsát, ilyen, amit a kórházakban van, az beledugja a faszát az utcán és belehúgyózik. Meséltem nektek, igaz? És akkor ez még nem lenne elég a kíváncsi gecinek, hogy belehúgyózik a kacsába, hanem azt, hogy azért ne haragudjál, nyilvános tereten az utcán előveszi a faszát. És itt olyan faszopok az osztrák szomszédaim, mert senki nem mert neki szólni. Mindenki a háta mögött, de senki nem szólt neki. Na, én megfogtam Móni, följelentettem. Följelentettem, és azt mondta a vicepolgármester, a viceprezidentin, úgy mondják, a tanácsom, vagy az önkormányzatnál, hogy tudjuk, ez mindig is kíváncsi volt. Az előző lakhelyen is azért rúgták, én mindig is kíváncsi volt. Na,
És akkor állítólag kapott egy figyelmeztetést, hogy nehogy már a húgyát a postaládán tárolja, mi nem rakja a tolókocsiába a húgyos kacsáját, mi a postaláda, ez tényleg így van, és ilyen primitív, nem fogja fel, egy normál ember ilyet nem csinál. Na várjátok, múlt héten ugye elvitte a mentő, hogy operálják. Ja Istenem, pezsgőt bontottam. Móni, pezsgőt bontottam. Szabikám, most nagyon sikerült, segíts nekem, mert ma biztos megátkozza a leszbikus lánya. Szabi, ma kérlek, segíts nekem. Képzeld el, tegnap délután, ugye izén voltam, tegnap fuszflégén megcsináltam szépen pedikűrösni a lábamat, szép puha, a körmömet kilakozta a lábujjam, olyan ilyen géllakkal, UV-lámp, hú, faszán megcsinálta a csaj. Jövök haza, látom, jön a mentő. Hozzák a véngecit, mondom, hogy nem döglött meg. Megoperálták a térdét, most tud menni a geciláda faszopója. Képzeld el, most reggel megyek a férjemmel, bevásárolunk, lennül a köcsög, lennül a leszbikus lánya, a leszbikus lányának a felesége, meg a véngeci feleség, ezt így egy, mind a négyen így fordultak a fejek, így is néztek, hogy jövök, hogy mit hozok a táskába. Na, elpattant az agyam, kész, nem bírtam tovább, mondom neki, mi van, kezdődik, mondom, a izé, a Big Brother, a terrorizálás, hogy megint itt ülnek kint. Hát mi, nem csinálok sem, mondom, nem csinál semmit, mondom, mi a kurva anyádat csinál, mi nem üsz hátra? Ülj hátra, bazd meg, vagy a pokolba ülj a vulkánon, bazd meg. Mondtam neki, mi nem üsz hátra, ahol a sátrad van? Vagy mi, mondom, figyelj, egy valamit mondok neked, mondtam neki, ez a privát szférám, meg az intim szférának a misbraukja. Mindenkié, nem csak az enyém, mert figyelj ide, ez olyan, mint egy börtön, bazd meg. Ha megyek le, olyan jó volt ez az egy hét, megyek le, elnéztem jobbra-balra, sehol senki, az ember kap levegőt, bazd meg, nekem nem kell deportás, nekem nem kell deportás, hogy bemondja, hogy ki jön be hozzám. És mondom neki, figyelj ide, a leszbikus lenne, csak így nézett, mondom, figyelj ide, te köcsög. Én nem mondtam neki, hogy köcsög, ezt csak most nektek mondom, mert nem beszéltem így vele, hogy tudod bepereljen. Nem mondom neki, figyelj ide, mondom, itt van 8 lépcsőház. Valamelyikből a 8 lépcsőháznál lát ilyet, hogy lenülnek a vén kurvák? Egy se. Mert mondom, nem arról van szó, hogy nem jöhet valaki a 10 percre vagy egy fél órára tracsolni, de amikor reggel 8-tól este 11-ig lenül, és ez minden nap permanent, non-stop, ez már stalking. Mert mondom, egy órát lent tracsol, nem szólok semmi, de egész nap ez ment. Egész nyáron, minden nap, és a kutyával nem lehet, nem merek már lemenni, mert nem arra vagyok kíváncsi, hogy a disznófejű ott ül. Aztán pletykál, ne fi, úgy megmondtam neki, mert most olyan botrány lesz, fú, be fog szólni az uramnak, biztos. De majd tudjátok, felütöttem a Google-t, a jogsegélyt, beírtam, úgyhogy persze németül, mert magyarul nekem minek, és kidobta, hogyha engem ez pszichésen, tehát idegileg, pszichésen beeintrektik, bocs, de tényleg nem tudok már annyira magyarul, mert bazdmeg 20 éve kint élek, tudok magyarul, de egy-egy szó annyira nem ugrik már be, hogy röhely. Ez a beeintrektik, én tudom, hogy mit jelent, de nem tudom nektek elmondani, hogy magyarul ez olyasmi, hogy ezáltal én úgy magamat így érzem, hogy ilyen megfojtva, hogy mindig ott ül, tudod, beeintrektik, hogy mondják ezt magyarul, beeintrektik, ez úgy visszafog, nem tudok magyarul, bocs, mindegy, le van szarva. Na, hogy ezáltal én úgy érzem magamat, hogy beeintrektik, vagy engeengt, és úgy érzem magamat, és van pszichos papírom is, hogy én pszichésen nem vagyok százas, tehát szépen föl fogom jelenteni. Ott a papírom, pszichésen beteg vagyok, és ezáltal romlott az állapotom. Mert romlott. Mert tényleg romlott. Nem csak nekem, többieknek is. Csak a többiek nem mernek elmenni, mert a többiek játsszák a nagy, jaj, megjöttél, jaj, izé. Én meg oda mentem, na mondom, nem hiányzottál. Így kezdtem neki. Mondom, abszolút nem hiányzott, hogy itt ülnek és néznek mindenkit. Abszolút nem hiányzott. Hát, így néztek. A lányom meg, mondom, milyen primitív vagy, te meg röhögsz rajta, föl se fogod, hogy mondom, hol nőttetek fel disznóolba? Hogy mondom, apád előveszi a faszát az utcán, belehugyoz a kacsába, és fölteszi a postaládára, mint egy Mikulás ajándékot? Mondom, hol nőttetek fel a disznóolba? Mondom, én Magyarországon a legutolsó cigányputriba nem látok ilyet, hogy belehugyozik, az fölteszi a izéba. A legócskább cigányputriba nem látsz ilyet.